Az idei év egyik legfontosabb eseménye lett volna a Grandai Téli Univerziádé kész snowboardosunk Kis Benedek és Szerb Mátyás számára, ám a Magyar Bajnokság első két helyezetje sajnos sérülés miatt kénytelen volt kihagyni ezt a versenyt. A világbajnokságon viszont mind a ketten ott voltak. Szerbusztok, jó reggelt kívánok! Jö, szépen, jö, jö, jö. Itt ugye pár hét leforgása alatt történt eseményekről beszélünk. Január közepe végetáján lezajlott ez a fontos esemény az életetekben a világbajnokság, de valahogy mégis mondhatom, hogy a fő verseny a az ez a az Univerziádé lett volna? Igen, azt hiszem, hogy az Univerziádéra készültünk úgy kifejezetten, a világbajnokság egy sokkal nagyobb hangvételű esemény volt, és még ilyen, mér, ilyen méretű eseményen még nem vettünk részt előtte soha, viszont Univerziádén tavaly már egész sikeresen szerepeltünk, ezért arra készültünk idén is a legnagyobb erőbedobással. Sajnos az utolsó edzésen egy elég rossz napot fogtunk ki, és mind a ketten elrontottunk egy-egy érkezést, aminek mind a kettőnknek a sérülése lett a vége, így arra kényszerültünk, hogy kihagyjuk a versenyt. Egyébként az Univerziád és a világbajnokság mezőnye között mekkora az átfedés? Hát az Univerziádén azért nem annyira erős a mezőny, mint a, mint a világbajnokságon, mivel az Univerziádén ugye egyetemisták indulnak a világbajnokságon, meg a legtöbb profi, profi sportoló nem rendelkezik egyetemi jogviszonya, ezek szerint ti egyébként igen. Igen, Ezek, mi tanulók mindenképpen, vagyunk mindenképpen. mind a ketten. Oh, ki merre? Uh, mind a ketten a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanulunk angol nyelven. Értem. Na hát akkor az úgy tűnik, hogy akkor az, a saját sportágatok mellett egyéb célok is lebegnek az a szanatok előtt. És egyébként, ha már ennyi ez cél volt, és ismertétek az univerzidi hangulatát, akkor egy kicsit segítsetek visszaadni, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon vonzó viadal lett volna, vonzó esemény? Hát mindenképpen a tavalyi szezonban részt vettünk az első univerziádénkon. Azt kell tudni erről, hogy két évente van megrendezve az univerziádé, viszont, viszont uh, snowboard sportban a tavalyi szezonban is volt egy univerziádé, decemberben, mm. és idén meg ugye, ugye februárban lett volna, így csak egy év, egy év volt igazából a, az eltérés. Tavaly mind a, ketten, mind a ketten jól szerepeltünk, nekem sikerült döntőbe is jutnom, és az ötödik helyet szereztem meg és készültünk készültünk nagyon az ideire és szerettünk volna jó eredményeket elérni, de sajnos a sérülések miatt nem tudtunk részt venni. Uh -huh. És egyébként maga a szakma egy univerziádi ötödik helyre, vagy egy jó szereplésre, hogy tekint, tehát mennyire tekinti ezt egy, egy értékes, mondjuk úgy szakmai megmutatkozásnak? Ez Magyarországon egy nagyon jó eredménynek számít, de? szerintem magyar, magyar snowboardos freestyle szakákban még nem ért el ilyen jó eredményt, ez biztos. Uh -huh. Nemzetközileg kicsit kevésbé elfogadott talán egy ilyen vagy kevésbé megbecsült egy ilyen univerziádi eredmény de úgy, úgy gondolom hogy ez egy nagyon jó hangulatú verseny és mivel hogy mind a ketten egyetemisták vagyunk mellette és nem profi, sporton, profi szinten űzzük ezt a sportot ezért még ezából ott a helyünk. Így igaz, és ha már ezt mondod, hogy nem profi szinten őzítek, hiszen nyilvánvalóan ugye, tanulóként az embernek azért határolt az időkerete és az egyéb lehetősége, is arra, hogy mennyit hol és e, miből finanszírozva tud gyakorolni. E, mennyire nehéz pontosan így fölvenni, most ha a világbajnokságra visszagondoltok, a versenyt valóban azokkal a profikkal, akikkel az ember a, a világ legnagyobb eseményen összetalálkozik? Igazából próbáljuk felvenni a versenyt azokkal az ilyen válogatott csapatokkal, akik egész évben. E, utaznak különböző edzőtáborokról, világkupákra, világkupákról, versenyek, másik versenyekre. Ezt egyrészt azért is nehéz, mert mi később kerültünk bele ebbe, később lett annyi alkalmunk arra, hogy, hogy sokat snowboardozunk és sokat utazzunk. Mint, mint, ahogy ő nekik, ők már ilyen tizen pár éves koruktól kezdve nagyon komoly rendszer szerint szóval Bele gyakorlatilag ebben a sportban. Így van, és ezért nehezebb nekünk felvenni a versenyt velük, még, még, így is, hogyha talán idén hasonló körülményeket kaptunk mi is a felkészülésre, de hát ez ugye nem egy év, nem egy év kell ehhez. Miért, miért éppen ez az ága a snowboardnak számotokra? Ugye itt most a slopestyle-ról beszélünk a hogy ugye Bigger is, Igen. mint versenyszám a világbajnokságon ott volt. Hát szerintem mindkettőnk számára ez elég egyértelmű volt, hogy a freestyle szakág mellett maradunk, és azt űzzük. Uh -huh. Igazából uh, mindketten ilyen lazább beállítottságúak vagyunk, és. Uh, és csak a... azért kérdezem, mert a lazaság faktort értem, tehát oké, okay, ez, ez a... egy abszolút lényeges dolog, no, de azért ehhez akrobatikus képességek, nyilván nagyfokú bátorság, stb. stb. Szóval ezek azért mind kellenek, ezt, ezt csak így a torna szemlékeiből gondolom, hogy az ember mennyi időt tölt a levegőben. Hogy azért Igen, ez... azt, kell, azt kell tudni igazából még rólunk, hogy, hogy gyerekkorunk óta végbordozunk is, Aha. Ami, ami hasonlít a snowboardra, de mindenképpen a freestyle snowboardra hasonlít, Szóval 10 éves korunk óta végbordozunk nagyjából és és egy pár éve, egy négy-öt éve álltunk át versenyszerűen a snowboardra is uh -huh. és teljesen egyértelmű volt, hogy a freestyle-t És jó bizonyult ez egyébként, tehát úgy tűnik, hogy így a, akár a, az edzés lehetőségek tekintetében, akár pedig a, a, a a műfaj kifutása tekintetében, tehát hogy nem milyen sikereket érhet el, akár a profikhoz képest, ez egy jó döntésnek bizonyult? Hát nemzetközileg mindenképpen nehezebb snowboard sportban komoly sikereket uh -huh. elérni, mint végboard sportban. De igazából ami mind a ketten a sport iránti szeretet miatt csináljuk, és uh, még, ha, még ha nehezebben is tudunk olyan sikereket elérni, mint, mint végbordban, uh, nagyon lelkesen csináljuk és szeretjük csinálni. Igen, ez hát nem képzelni, Ennek van azért egy, egy, ilyen, hogy mondjam, adrenalin löketel, hogy az ember, hogyha egyszer megkóstol, akkor arról nem szívesen mond le, ugye? Igen, és ezeknek a, ezeknek a freestyle sportoknak van egy ilyen különleges légköre, amiben én nagyon beleszerettem. És azt hiszem, hogy ez tartozik egy ilyen stílus is, ami, amit én nagyon követek, és, és szeretnék még jó pár évig. Ez ebben, a laza, lazaság. ebben élni, hát ezt, ezt akár lazaságnak is lehet hívni, de azt hiszem, hogy ennél talán kicsit komplexebb. Persze. Pont ezért is ebben a szezonban elkezdtünk forgatni egy websorozatot a saját életünkről, uh -huh. és a szezonunkról, hogy edzések, edzésekről, utazásokról, versenyekről és ezzel próbáljuk átadni a magyar közönségnek ezt az életérzést. Úgymond. Ezt akarom mondani, hogy ez, ez azért nagyon hiánypótló, mert, mert ugye azért nem csak feltétlenül azért, mert nem vagyunk egy kifejezetten havas nemzet, tehát <laughs> akár az ez is feltételek megteremtését nyilván keresni kell, nem lehet a ti olyan könnyen kilátogatni, hogy az ember megnézi, na, nézzük is, meg mit csinálnak a freestyle fiúk, tehát hogy kvázi keresni kell nyilván nektek is, meg kell teremteni a lehetőségeit ezen feltételeknek, és egyébként, amikor igen, akkor főként Hol? Tehát hol gyakoroltok? Hol születnek meg az új mozdulatok, az új ugrások? Hát ez, ez nagyon változó. ezt Minden szezon előtt szoktunk leülni, és egy ilyen egész szezonra tervet készíteni arról, hogy hol fogunk edzeni. Sajnos nincsen egy olyan pontsa a világon, ahol húzamosabb ideig lehetne tartózkodni, és tökéletes egy körülmények vagyunk között. Vagyunk edzeni. Bele, itt itt egyfolytában járkálni kell ide-oda. Ugye a tavaszi- őszi szezonban gleccsereket kell keresni, idén, idén erre fókuszáltunk inkább, és a és a Hintertuxgatcheren Tirol, Ausztriának a Tirol régiójába tudtunk készülni, ami igazából a két legjobb pálya az őszi időszakban, és, a, és, az amerikai válogatottól elkezdve nagyon sokan itt edzenek. Viszont, viszont a nyári időszakban mi egyáltalán nem tudunk készülni, amikor a nagy válogatottak mind a déli féltekén Keresik a havat valahol. Hát kvázi a profék, akiknek ugye erre gondolom, megvannak a anyagi forrásaik és az egyéb lehetőségeik így is. Így van. Plusz a, a téli időszakban pedig a világkupáról világkupára vándorlás is több kontinást vesz igénybe, így ebbe sem tudunk. Ez a handicap beszálni. egyébként valahol ledolgozható, vagy az embernek a fejében ezzel a tudattal kell beszállni ebben a nagy versenyben, hogy ez Ezt mindig el kell meg lesz. fogadni, szerintem. Ezt el kell ez fogadni. Az, ez így van. Hát én azt gondolom, hogy, hogy ledolgozható ez a handicap magyar magyar snowboardosnak is, de talán, talán nekünk már nem, viszont viszont van, vannak vannak fiatal fiatal snowboardosok akik akik Ausztriában snowboard gimnáziumba tanulnak. Mm -hmm. A Gyarmati Panka például ő már elvégezte ezt a, ezt a gimnáziumot. és Aki egyébként fantasztikus eredményt ért a világbajnokságon. Igen, a világbajnokságon a hatodik, hatodik helyet szerezte meg, ami, ami tényleg fantasztikus eredmény. És igazából ő, ő jár az összes világkupákra is, és nagy eséllyel pár év múlva. Uh, ott lesz az élmezőnyben. És el tudod képzelni, hogy ha azt mondod, hogy ha nektek már nem is, de hogy azért azokat a tapasztalatokat, akár edzői minőségben ezeknek a nagyon-nagyon tehetséges fiatoknak átadjátok, vagy, vagy ez még korai egyébként a saját pályafutásatokra koncentráltok? Hát természetesen ö, inkább a saját pályafutásunkra koncentrálunk, de, de nagyon szeretünk például együtt csúszni a, a a kicsi, kicsi srácokkal, van egy, van egy Fritz Boton nevezetű srác, aki szintén kint tanul a, a sladmingi uh -huh. snowboard snowboard középiskolába, és és mindig nagyon szeretünk, szeretünk vele együtt csúszni, segítünk neki, átadjuk, átadjuk neki a tudásunkat, uh -huh. de, de úgy érzem, hogy hogy egy pár év múlva lehet, hogy már ő fogja átadni. <laughs> jó, hát akkor az azt jelenti, hogy ez egy kölcsönösen inspiratív műfaj, ugye generációk közötti átíveléssel, fiatalok az idősebbek között. Idősebbe, idősebbe, nem, az itt nem fiatalabb. úgy, kell elképzelni igazából egy edzést, mint egy, mint egy másik olimpiai sportágban. Ez pont ez az, hogy ez az, amiről beszéltem, hogy ennek van egy ilyen uh -huh. sajátos közege, ami ami igazából egy közös, közös csúszás, az, az egy edzésnek fogható fel. Igen. és egy közös, egy közös élménygyűjtés minden szempontból. Hát urak, sajnáljuk nagyon az univerziádét, és remélem jobban vagytok a sérülések után, és hát azért persze természetesen szívből gratulálok a világbajnoki szerepléshez, úgyhogy mindazon nehezített körülmények ellenére, amely a ti sportágatokban sajnos pillanatnyilag fennáll egy magyar versenyzőnek, azt kívánom, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki a Nagyon köszönöm, szépen, szépen, köszönöm. köszönöm.